Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban a tavalyi évben látott olyan ilyen film sorozat adaptációkról lesz szó, illetve azoknak a könyveiről, amiket láttam. Igen, körülbelül ez, igen. Szóval a tavalyi évben kijött és általam látott filmadaptációk, vagy könyvadaptációk, vagy hívjuk akárhogy. És akkor ezekről mondom el a véleményem. Nem láttam sok ilyet, ezt előre mondom, tehát körülbelül filmet egyet láttam. Egy darab filmet láttam, ami ténylegesen tavaly jött ki, és olvastam a könyvet, a többi az csak sorozat. És még csak nem is olyan sorozat, a fele nem is olyan sorozat, amit tavaly kezdődött, hanem régebben csak tavaly fejeződött be. De nem baj, ezeket is beleveszem, mert tavalyi évad, tehát tavaly láttam. Tehát jó lesz ide. Akkor először beszélek arról a filmről, ami nem más volt, mint a Nap és Csillag. És ugyan tavaly jött ki, 2-3 éve olvastam talán ezt a könyvet, de most január elején láttam a filmet. Igazából azért néztem meg, hogy mondom, legalább valamit megnézek ezek közül, amik benne voltak a tavalyi olyan videómban, hogy tavaly megjelenő könyvadaptáció. Na hát a Nap és Csillag iránt nem volt túl sok elvárásom, mert a könyv sem volt kifejezetten a kedvencem, azt hiszem 3 vagy jó indulatból 4 csillagot adtam neki. A film rosszabb volt, ezt most leszögezni. Mert egyrészt a könyv sem volt a legjobb, de a film ezek után nem tudott jobb lenni. Nekem a sztorival alapból a legnagyobb probléma, hogy ez ilyen instant szerelmes történet. Tehát konkrétan körülbelül a filmben főleg, a könyvben kicsit jobban felépül talán ez az egész, de a filmben úgy történik ez az egész, hogy Daniel meglátja a Natasát, és így jó, szerelmesek vagyunk. És akkor megy a csaj után, lényegében zaklatja, vagy megy utána az utcán, követi, megmenti, hogy elüssége, meg ez most a film, szóval megmenti, hogy elüsse egy autó, és akkor bebizonyítom neked, létezik a szerelem, belém fog szeretni a nap végére, és nem tudom, szerintem ez nem a tipikus jó udvarlási módszer, de hát lehet, hogy csak én vagyok így bele. Szóval nekem ezzel a könyvvel ez volt a bajom, hogy a könyvben is olyan, hogy Daniel megmenti Natasát attól, hogy elüsse egy autó, mert nagyon elveszik a gondolataiban, és hallgatja a zenét, és minden. De utána, hogy az egész napot együtt töltik, és egyből ott az első pár oldalon egyből instant szerelem, meg minden is. És ez nem tudom. Annyira nem fogott engem meg, ráadásul a filmben az volt a most ugye nem a könyvről fogok beszélni, hanem inkább a filmről, de nekem a filmben az volt a legnagyobb problémám, hogy nagyon szenvedősre csináltak. Ráadásul olyan vágások, tehát olyan kameramozdulatok voltak benne, hogy szabályosan rosszul volt az egész család, miközben néztük, mert folyamatosan vitték körbe a kamerát, és olyan volt, mint tehát tényleg hány ingerem lett közben, mert folyamat a szereplőket kerülgették, vagy valahol másfele húzták, és nagyon rossz volt nézni. És tényleg annyira szenvedtek egymással a karakterek, meg nem tudom, a film az még annyira se volt jó, mint a könyv, szóval nem volt itt túl jó élmény megnézni. Egyébként a könyv a végére nem volt rossz, mert így jó, ez ilyen, tehát a könyv kicsit azért leszek elfogult, mert hogy utána olvastam Goodreads-en egy olyan értékelést, akinek szintén nem tetszett igazából ez a könyv, de mondta, hogy amúgy meg beszélgetett az írónővel, Nicola Yoon-nal, és ő elmondta, hogy igazából ez a saját életén alapszik, tehát hogy ő is hasonló körülmények között találkozott a férjével, és igazából ebből a szempontból ez egy nagyon cuki történet, csak így ez ebben a könyv változatában annyira nem győzött meg. Viszont gyönyörű a borítója. Ennyi jó pontja van, de tényleg nagyon szép ez a borító. Próbálom kicsit rendszerezni a dolgokat. Szóval következőnek beszélek arról a két sorozatról, ami tavaly fejeződött be. És láttam. Az egyik, csak hogy kiadjam kicsit magamból, a Trónok harca lesz. Mert ugye már mi az az április-május környékén fejeződött be a 8. és egyben utolsó évad, ami fájt nagyon, mert én azóta Trónok harca fan voltam, és azóta imádtam a Trónok harcát, hogy az elindult, ami 2011-ben volt, ha jól tudom, és 19 éves vagyok, szóval elég régóta néztem azt a sorozatot, tehát hogy az elmúlt 8 évemet beleöltem, az időmet és energiámat, és én imádtam a Trónok harcát, körülbelül a 6. évadig,
amikor elkezdett kicsúszni a könyv alap a sorozat alól, mert ugye George R.R. Martin még mindig nem fejezte be a hetedik részt, a nyolcadikat szerintem, vagy a hatodik részt, a hetediket meg szerintem soha nem fogjuk látni. Ezek után meg főleg nem. Én körülbelül elvesztettem a Trónok harca imádatom a hatodik évad környékén. Jött a hetedik, akkor már nagyon forgattam a szemem. Fú, a hetedik évad az is katasztrófa volt, na de ez a nyolcadik. Ez így az instant kiirtotta a Trónok harca imádatomat. Bármi, amire így jóra emlékszem a Trónok harcából, az eltűnt. Ezáltal az utolsó évad által, mert ez annyira elrontotta az egészet, ez a végződés, hogy én nem tudom, hogy van-e ember, akinek tetszett a befejezése a Trónok harcának. Tehát azt nem tudom elképzelni, hogy valaki végigszenvedte minden 8 évadot, végignézte, hogy az összes, kb. Az összes kedvenc szereplője meghal, és kapta ezt a végződést. Mindegy. Ettől többet nem fogok szerintem a Trónok harcáról beszélni, mert nem. Kiolvast is se fogom nagyon szerintem. Két részt olvastam, és így jött a hetedik évad, meg a nyolcadik, és most már befejezni sem akarom, már mondom. Úgy sincs befejezve, és csak az az egy befejezés van, ami a filmekben van, vagy a sorozatban van, és nem akarom, hogy az legyen bennem. Úgyhogy ha csak George R.R. Martin be nem fejezi mostanában az utolsó két könyvet, és ad nekem egy jobb befejezést, nem fogom szerintem folytatni a Trónok harca könyveket. Egy másik sorozat, ami igazából 2017-ben kezdődött el, de én az egész, mind a három évadát idén láttam, az Anne with an E című Netflixes sorozat, ami az Anne otthonra talál, azt hiszem ez ennek a könyvnek a magyar címe, ennek a sorozatnak a könyvei alapján alapszik, főleg az első részek, főleg az első rész, az első három évad, mert a második rész az azt hiszem már másról szól. De én idén olvastam ugye ezt a könyvet is, azért is vettem meg, mert láttam a... Vagy azután, nem, azután láttam a sorozatot, hogy megvettem a könyvet. De nem baj, itt egy pont jól jött ki. És ez egy irtózatosan aranyos könyv, nagyon kis szívmelengető meg minden. És a sorozat is ugyanilyen volt, tehát egy... Imádom azt a sorozatot, és most nagyon szomorú vagyok, mert a Netflix azt mondta, hogy akkor ez ennyi volt, három évadot kaptatok, örüljetek, befejeztük. Pedig ugye ez, azt hiszem, hét része van ennek a könyvnek, vagy hát sorozatnak, és szóval még nagyon sok minden van ott ám, amit adhatta nekünk a Netflix sorozattal, de azt mondták, hogy nem. És most mindenki nagyon szomorú, mert ez egy nagyon jó sorozat volt, és nem tetszik most, hogy befejezték, pedig tehát ez tipikusan az a sorozat volt, hogy nézted, mert végig elveszted, mert végig aranyos volt, végig adta a cuki löketet, végig izgulhattál a ship miatt, a Sherbert miatt, és nagyon jó volt, és főleg amikor az utolsó részben, a harmadik évadban végre beteljesült mindenki vágya, és így vége. És nem kapjuk meg a Sherbert esküvőt, meg a további Sherbert pillanatokat, és most ez nagyon rossz. Pedig ez tényleg az a sorozat, hogy bármeddig tudnám nézni, mert jól meg van csinálva, nem is unalmas. A harmadik évadban voltak pontok, amikor majdnem földhöz vágtam valamit, mert kicsit idegesített Gilbert Blythe-nak a viselkedése, ami nem volt hozzá hű, de minden jó lett a végén, és akkor igazából megkaptuk a happy endet, de azért még tudnánk nézni tovább. Úgyhogy szomorúak vagyunk. És akkor jön az a maradék két sorozat, ami tavaly kezdődött el, és láttam is. És mindkét sorozatot nagyon vártam. A végére. Mind a kettő év végén jött ki, év vége fele, úgyhogy az év végén jó sok könyvadaptációt nézhettem. Kezdem az Úr sötét anyagaival. Ugyanis ez az első rész a sorozatból, az Arany iránytű per rész, aki fény, éppen melyik verzió az, ami neked megvan, vagy amelyiket ismered. Szóval ebből volt egy film évekkel ezelőtt, ami elment, jó volt, nem volt folytatása. Most viszont az HBO csinált belőle egy sorozatot, amit én meg is néztem. És régen olvastam a könyvet, úgyhogy nem emlékszek sokra a sztoriból, így a fő dolgokra emlékszem, ilyen nagyon részletekre már annyira nem. De én úgy vettem észre, hogy azért a sorozat elég jól leköveti most ezt az első részt. Kicsit belevett a másodikból is, kicsit tolt hozzá. Összességében azt kell mondanom, hogy a sorozat amúgy szerintem jó lett. Meg vártam is ugye részeket, mert nagyon jól meg lett szerintem csinálva.
Hát azért vittek bele azért természetesen változtatásokat, amik így szerintem a könyv közelébe sem mentek, tehát hogy azok a részek. Igazából én szerettem végig, 8 része volt talán, és jól meg lett csinálva. De most abban a szempontból, hogy annyira izgulni dolgok miatt nem tudtam, hogy olvastam a könyvet, tehát az ilyen csavarokat, azokat tudtam előre. Mondjuk egy-kettő az érdekes helyen derült ki. De nem baj, én azt mondom, hogy eddig számomra az a sorozat teljesen pozitív, főleg így, hogy nem emlékszem annyira már a könyvekre. Úgyhogy én igazából várom a folytatást. Nem tudom, hogy így egy könyv egy évad lesz-e, vagy hogy fogják végül megoldani. Remélem nem húzzák el, hanem tényleg, mert hogy az első könyvet azt lefették egy évad alatt, és a második része az meg rövidebb ettől, és abból is már vettek át. A második rész elejét, a Will szállat, azt teljesen belevitték már így az első kötetbe, úgyhogy vagy az első évadban, amiket beszélek az első évadban. Szóval nem tudom, mi lesz, de én várom. Szóval ez teljesen pozitív élmény volt számomra ez a sorozat. És pont a Lymon annyira cukira lett megcsinálva, hogy ahányszor megláttam, esküszöm, hogy vinnyogtam, mert annyira aranyosan lett megcsinálva az a kis zöld. Tudom, hogy nem létező állat van benne, és csak az animáció műve, hogy annyira cuki lett, de hát annyira cuki lett, hogy az már fáj. És az utolsó sorozat, fejjel lefele mutatom a könyvet, én is jó vagyok, az a Witcher. December 20-án jött ki Netflixre a Witcher, és én nagyon sokáig úgy voltam vele, hogy hát igen, majd jön a Witcher, de annyira nem voltam izgatott. Na, kijött az első trailer, akkor már mondtam, hogy húha, kezdek izgatott lenni. És utána teljesen ráhypoltam magam a dologra, és igazából nem csalódtam a sorozatban. Mert én ugye olvastam az összes Witcher könyvet, szóval nagyjából képben vagyok azért a sztorival. És azt kell mondanom, hogy egész jól megoldották. Szóval, hogy egészen az van a sorozatban, ami a könyvekben. Most én azt vettem észre, hogy ez az első évad, ez is azt hiszem 8 részes volt. Ez körülbelül ezt az első, az utolsó kívánságot és a végzett kardja. Igen. Szóval az utolsó kívánság és a végzett kardja az az első két rész a könyv sorozatban, amik nem is így a fő-fő történetet követik, hanem bevezetik az egészet. Nem konkrétan előzmény sztorik, mert az a viharidő, ami az előzmény sztori. Szerűség. De hogy az egész történet megértéséhez nyújtanak rövidebb történeteket, amik majd összefutnak, és akkor onnan megyünk tovább a konkrét történetszálon, és most ez az első évad a vajákból körülbelül ezt tartalmazta. És nekem tetszett igazából. Volt egy-két, gondolom, mivel a videójátékok ugye azok hozták meg a könyvnek is részben a sikerét, próbáltak valamennyire a videójátékoknak is tiszteletet mutatni, szóval nagyon sok ponton volt olyan a sorozat, hogy úgy lett a vágás meg a képi világ megoldva, mintha egy videójátékot néznék. Ami nem zavart kifejezetten, tehát hogy nem volt annyira rossz, csak furcsa volt így néha, hogy ahogy ment, mint egy film, és így néha volt egy ilyen beállítás, ami teljesen videójátékos volt, amikor a videójátékokban vannak ilyen rövidebb, filmszerű részletek, és akkor az megy, és tényleg olyan volt. Amit részben értek, hogy miért csináltak, de amúgy meg nem, mert amúgy ez egy tök, tehát amúgy meg sorozatosra volt csinálva, szóval így a kettő kicsit keveredett, ami még nem döntöttem el, hogy tetszik-e vagy sem, de alapvetően nekem a sorozat tetszett, és az is tetszett, hogy jól követték a történetet, tehát hogy nem az volt, hogy olyanok történtek, hogy ez micsoda, ez mit keres ebben a sorozatban, hanem jól meg lett csinálva, jó, volt egy-két olyan, de nem ilyen hatalmas nagy dolog volt, szóval várom a folytatást, ami sajnálatos módon úgy néz ki, hogy csak jövőre lesz. Ami szomorú. De eddig jó. Eddig jó, eddig jó. Eddig pozitívan állok hozzá a vaják sorozathoz, és ennek nagyon örülök. Mert én ezt a sorozatot nagyon szerettem könyvben. A videójátékokat nem láttam. Azért kezdtem el olvasni, mert láttam, hogy játszanak vele, és így azt mondtam, hogy aha, ez tök jó, de amúgy nem néztem tovább a videójátékot. Csak így néha látok belőle képeket, és akkor mondom, hogy hát azért ez nem így van a könyvben, de most örülök, mert a sorozat az egészen hasonlít a könyvre, úgyhogy várom a folytatást, váratok rá jó sokat, de nem baj. Hát ha megéri, remélem, hogy megéri. Egyelőre úgy érzem, hogy megéri. Na hát nagyjából ezek azok a, szerintem csak ezeket a sorozatokat per filmet láttam, ami tavalyi részben, és
könyv alapján készült, de hogyha ti is láttatok volna valamilyen könyvadaptációt, akkor írjátok meg kommentben, hogy mi volt az és hogy milyen volt. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!